Egy szakközépiskolának, hogy a piacon versenyképes legyen, mindig újat és újat kell mutatni. Úgy érzem, teljesen egyedülálló projekt valósult meg. Itt van élet. Piacképes tudást tudunk adni a tanulóknak. Én nagyon bízom benne, hogy simán fogok egyetemre menni. Petrikben 130 éve folyik vegyészképzés, az elmúlt 20 évben ezt bővítettük környezetvédelmi és informatikai szakképzéssel, és további terveink között szerepel a gépészeti szakképzés bevezetése is. Nagyon nagy segítséget jelent a képzés korszerűsítésébe, a 21. századi feltételek teljesítésébe az uniós beruházás, aminek a révén 8 laboratóriumot, számtalan számítástechnikai rendszert alakítottak ki. Ezek az eszközök már valóban a csúcs technológiát képviselik. Úgy érzem, teljesen egyedülálló projekt valósult meg a jövő nemzedékeinek, akik a vegyipar, az informatika, a környezetvédelem területén tanulhatnak itt a Petrik Lajos szakközépiskolában, a TISZ koncepció keretében. Egy hatalmas lehetőség nyílt meg az irányban, hogy a munkaerőpiacon a későbbiek folyamán sikeresen el tudjanak helyezkedni. Közel 997 millió forintból az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, illetve társfinanszírozásával sikerült ezt a két szép épületet részben eredeti formájában, részben a kor követelményeinek megfelelően felújítani, úgy, hogy közben funkcionalitását bővítettük, a tantermeket komfortosabbá tettük. Egy szakközépiskolának, hogy a piacon versenyképes legyen, mindig újat és újat kell mutatni. Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával több mint 200 millió forintot nyert el az iskola a humán erőforrás fejlesztésre, amelyen belül egy nagy volumenű tananyagfejlesztésre került sor, ezen tananyagok kipróbálására a gyakorlatban, és emellett tanártovábbképzések voltak, különböző közös rendezmények a 9 iskola diákjainak, tanárainak, és lehetőség nyílt arra, hogy programokat szervezzünk az esélyegyenlőség biztosításának jegyében a diákoknak, ezeken táborokat értek, illetve terepi szakmai gyakorlatot a technikusoknak. Szakítani szeretnénk a hagyományos pedagógiai, elterjedt pedagógiai módszerekkel, hogy kiáll a tanár az osztály elé, és mondja az anyagot, és a tanuló 20 perc után ráborul a padra. Ehelyett a páros munkának, az egyéni munkának, a csoportmunkának próbálunk nagyobb szerepet szánni. Sokkal nagyobb arányban épült be, főként a szakmai anyagokban a gyakorlat. Itt van élet, van diák élet, van diák önkormányzatunk, amely szervez túrákat, illetve hát most például volt a diák konferencia, amelyen lehetett indulni különböző ágakba, kémia, biológia, humán dolgok, informatika, sportversenyeken nagyon nagy szurkolások mennek és rivalizálások az osztályok között. Olyanná kell formálni a képzést és az iskoláknak a mindennapjait, hogy a tanuló szívesen jöjjön, és ami nagyon fontos, hogy a szülő szívesen válassza ezt az iskolát. Egy 14 éves korú, 8-os tanuló esetében a szülői szó a döntőbb, és hogyha egy olyan környezetet látnak, ami barátságos, ami modern, sokkal szívesebben, én magam is sokkal szívesebben adnám a gyermekemet. Szüleim találták nekem ezt az iskolát, és ők javasolták a két tannyelvű szakot, hogy ezzel is elősegítve a külföldi lehetőségeket. Rendkívüli a változás, nagyon nosztalgikus volt a régi környezet is, de nekem személy szerint nagyon tetszik. Ugye a padok elrendezése, más a teremelosztás, de a szívem csücske, még mindig a labor marad. Teljesen másképp fogadott most, hogy beléptem, mint akkor. A régi asztalokon ez a szürke borítás, ez ilyen sötétbarna, faszerű volt, tele foltokkal, ezüst nitráttól. Ez sokkal szebb és sokkal modernebb. Új padok, új munkaasztalok, nagyobb munkaterület, jobb felszereltség. Az
vegyészmérnöknek készülök, és nagyon szeretnék valamelyik itthoni gyógyszergyártó cégnél elhelyezkedni, mint vegyészmérnök. Én nagyon bízom benne, hogy simán fogok egyetemre menni. Az idei kalkulációim szerint, ha jól sikerül az érettségim, akkor 450 pontom lesz a felvételin. Olyan piacképes tudást tudunk adni a tanulóknak, amivel mind a gyógyszeriparban, mind az alapanyaggyártóiparban, mind a környezetvédelmi és hozzákapcsolódó iparokban, mind pedig a korszerű informatikai iparokban biztos kenyeretállást találnak. Erre ad garanciát az a több mint 30 vállalat, amelyekkel nekünk folyamatos együttműködési megállapodásunk és szerződésünk van, nem csak a szakképzés fejlesztésre, de a tanulók fogadására is. Újszerű, érdekesebb módszerek elterjesztésére törekszünk, másrészt pedig sokkal nagyobb arányban épült be, főként a szakmai anyagokban a gyakorlat. Olyan komplex fejlesztés valósult meg, amely egyedülálló jelen pillanatban az országban. Ennyire jó iskola.